12. Keosztály nevében sok szeretettel köszöntöm igazgató urat, igazgató helyettes tanárnőket, igazgató helyettes urat, tanárainkat, kedves szülőket, meghívottakat és diáktársainkat. Először rövid versekkel szeretnék kedveskedni a 11-12-ben tanított tanárainknak, és ennek keretében szeretnénk átadni a 4 év alatt tanított tanárainknak egy-egy szál virágot, megértésüket, kedvességüket és oly sokszor szükséges türelmüket. Mi vagyunk a 12-ek, akik 4 évig jártak ide. Veszekedések és barátságok, ezek meghatározták a társaságot. Oszkár főnökünk nagyon kedves, aki a hiányzik, nagyon magyarás. Egyben jó az Mikkelámból, már félünk a haraktól. Ha kihúzzuk a kipát, Marika néni bennük egy hónapig szóba sem áll. Zita néni sosem laza, már a betörökről mindig van szavak. Ha nem tudod a tételt, kis egyes kapsz kétszer. Egyik néni és a mobiltelefonok az órától nem túl jó barátok, a vizsgai feladatoktól félünk, de reméljük lesz segítségünk. Valika néni mindig forva, a bizonylatokat mindig osztja. Ha a dolgozatok nem tudjátok, én mondom, már szívjátok. Tessi jó nál, hogy mindig szenvedünk, főleg, hogyha lenne felszerelésünk. De azért kicsi bácsi jó fejtanás, csak egy kicsit hajtsál. Peti Bának a nehe szíve, ezért minket néha kienged részére. Pénztárgért meg szól a hangja, mikor már mindenki feladja. Keszeri tanárnő az üzleti levelezés nagy mestere, megköveteli, hogy mindig mindent csináljunk vele. De az osztály néha ellenáll, a tanár meg ettől szinte fejre áll. Kati néni az elismert tanárom, ha hozza a dolgokat, az nekünk a halálunk. Ilyenkor mindig hisztizünk neki, ezért egy héttel gyakran átkelteti. Kolocsai tanár úr nemrég érkezett, neki a műszaki óra a fegyvere, ha egy kicsit tovább maradhatunk volna, többet tudnánk róla. Mire Saci néni hozzászokott a csoporthoz, a 11. év szinte elszágoltak. Az óráktól olykor elhangzott, tokostól vizetni fiam az ajtót. Áruforgalmi óra nagyon csodás, Gizi néni, aki a kasztjuk nagyon zordivált. Egyből a táblára írja, hogy sem legyen, erre az osztály be fogja rendesen. Jogszabály jó, de elég munkás, ezért Kati néni olykor dolgozás, de a szíve olyan nagy, hogy hegyeket mozgathat. Most pedig egy videó következik egy hozzákapcsolódott tánccal.